Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Messziről jött ember, akinek fő területe általában a történelem, dr. George Eisen történész professzor, ismerik őt a Közel-Keleten, és természetesen Amerikában meg fognak lepődni, Ajka magyar, hisz innét erről a tájról származott. Szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hol született? Megtisztelve vagyok, Angyalföldön születtem. Ön azt is szokta mondani, ha kérdezik, hogy milyen állampolgár, azt szokta mondani, hogy angyalföldi. Teljesen. Én azt szoktam válaszolni, hogy I am from the capital of the world, Jeruzsálem. És akkor mindenki kiborul. Tehát ez az angyalföld, ez is egy jó, ez egy egyéniség. Így hány van. Éves volt, amikor itt hagyta Magyarországot? A 19, majdnem 20. Addig gondolom középiskolába járt. Így van, és pontosan pár hónappal a bevonulás előtt. Ó, akkor már értem, hogy nem igazán szeretett volna katona lenni, illetve nem. Igen, akkor egy olyan hadseregben, amit ön választ. Előtte beszélgettünk, és kiderült, hogy van bennünk valami közös, hisz ugyanarra az egyetemre jártunk, habár ott van sok fakultás, a Tel Avivi Egyetemen mit tanult? Tel Avivi Egyetemen történelmet is tanultam, és pedagógiát is, mert úgy nézett ki, hogy egy tanító leszek. Nem, hogy annyira akartam ezt, de ez így nézett ki. Mindig érdekelte a történelem? Nagyon érdekelt a történelem, és ez a Magyar Gimnáziumnak az eredete, ott kezdődött. Nagyon-nagyon szerettem is, és nagyon jó tanáraim is meddig voltak. Élt Izraelben? Izraelben én 63-ban, 73-ban, 10 évig, utána egy ösztöndíjat kaptam Amerikába. Gondolom, akkor Izraelben katona is volt, és így aztán a nyelvet is kénytelen volt megtanulni. Nem volt kénytelen, imádtam, mindig imádok nyelvet tanulni. A világ egyik legszebb nyelve a héber nyelv. Őseink is beszéltek, habár azok még arámul beszéltek, de... Hát arámul is, de előbb ősek azért héberül is beszéltek. Jó. Mai kutatásainak a területe, én készültem erre a beszélgetésre, és azt mondják, hogy nagyon érdekli önt a második világháború és környéke. Ez már nem első dolgom, vagy első cikkem, vagy könyvem erről. Az első könyvem meg is jelent itt magyarul. Melyik volt az? Az a gyerekek a holokauszban, az árnyék játékai. Az lehet, hogy 91-ben jött ki. De az lett fordítva legalább 12 nyelvre, és itt is megjelent, cikkeim jelentek meg lefordítva magyarul. De... Amiket gondolom angolul vagy héberül írta őket eredetibe. Ja, angolul írok most már csak, pedig nagyon gyönyörűen le tudok fordítani mindent, de annyira meg vagyok szokva. Mennyire lett egy... magyarországi gyerekből via Izrael igazi amerikai állampolgár? Nem vagyok benne biztos, hogy igazi állampolgár, amerikai állampolgár vagyok. Valaki megkérdezte tőlem, hogy érzem magam a legjobb helyen, és azt mondtam, ahol vagyok. Ó, fájn, ez egy nagyon jó válasz. Én is mindig ott érzem jól magam, ahol vagyok. Minket éppen elűztek a 7. kerületből, a zsidó negyedből, mert nem tudták, hogy a zsidó negyed ott van, ahol mi vagyunk. Úgyhogy ott kell jól érezzem magát, ahogy van. Perfekt, ez így kell. Most mi a témája? Változatlanul ezt a témát kutatja? Ezt én egy érdekes, és mondhatom, hogy ez egy fontos a téma. Én soha nem ülök semmihez sem, amit már kibányáztak. Értem. Amit már kipiszkáltak. Valami új kell nekem, mint a gyerekek játékai a holokauszban. Ez még soha senki nem gondolkozott el ezen. Hogy mi történik egy genocidiumban, és a gyerekek játszanak. Ugyanúgy vagyok ebben is, de ez sokkal közelebb volt az én magam családom, családjához is. Jó, majdnem 10 éve elkezdtem dolgozni, és ezt megmondtam, hogy a nagyon jó kollégám, a
Stark Tamás is hozzásegített, hogy áthoztam őt egy Fulbright-ra az én egyetemre, Fulbright díj, és elkezdtünk dolgozni egy cikken. A Kamenec-Podolsk vérengzés, tömeggyilkosság. Én véletlenül tudom, hogy mi volt akkor ott, de nézőinket hát, dióhéjban mondja el, igen. De szóval ez így elkezdte, és egy nagyon komoly cikket írtunk erről, a Journal of Holocaust and Genocide Studies, a Washingtoni Holocaust Museum folyóiratában, és utána én azt mondtam, ezt fel kell dolgozni. Ez, vannak itt nagyon jó cikkek erről, de ez sokkal komolyabb. Mert ez nem csak egy magyar tragédia, egy zsidó tragédia, ez bele van az egész holokauszt és a final solution. Hogy mondják ez magyarul, final jó, solution? Ez így. Igen, ez megfelel. Szóval elkezdtem dolgozni ezen, ebbe személyesen is benne vagyok, mert két nagybátyám és a nagyapám és az ő második felesége is belekerült. A szülei hogy élték meg, hogy diszidált? Nagyon keményen. Nem, érte nem őket tudták. 63 még azok az idők, amikor ezt keményen az ország honorálja? Nem, nem úgy gondolom, hogy keményen, ők nem tudták. Senki sem tudta. Tehát nem esett bántódásuk, csak nem engedték őket ki. Megdöbbentő, na ez egy érdekes dolog. Én bementem az Állambiztonsági Intézet levéltárába, csodás emberek vannak ott, olyan gyorsan mindent meg, mert onnan képek is kellenek a könyvemhez. Világos. És nekem egy nagy kartoték, úgy mondják, igen, ez magyarul? Én ennyi sejjen papírt találtam. Az egész családomról van, a bátyámról van, és nagyon, majdnem pozitívan írtak rólam. Szóval megdöbbentem. Betegek voltak. Nem jellemző rájuk. Nem értettem, de a családomnak se volt semmi. Nézze, egyszerű emberek voltak. Az apám kocsis volt. Mit csinálhatnak már ezen kívül? Világos. Édesanyám beteg volt. Mit csinálhatnak? Szóval... Mikor jött vissza először Magyarországra 63 után? 81-ben. És a kislányomat hoztam, 3 éves volt. Már édesanyám akkor meghalt, de... Ez nagyon-nagyon egy emocionális volt a gyereknek is. Egy professzor mindig tudja, hogy mi lesz a következő etap, mivel fog foglalkozni ezután, vagy ez most hosszú távra el fogja foglalni ez a kutatási terület? Ez elfoglal engem egy bizonyos okból, mert most jön ki Amerikába a könyv, egy nagyon-nagyon komoly egyetemi publisher. Ez, amit Stark Tamással együtt kutatott ki, igen? Nem, én egyedül írtam a könyvet. Igen. Ez teljesen egyedül, ebben egy személyes hozzáállás is van. Értem. Ez egy csodás össze, és nagyon érdekes, hogy mindenki, aki olvasta már kéziratot, azt tetszett nekik, hogy ebben benne van a személyes is, meg egy nagyon komoly a tanári hozzáállás, egy professzori hozzáállás. Ez egy komoly könyv. Amerikában nagyon komolyan veszik, hogy amikor majd 70 éves lesz, akkor nyugdíjba küldik. Nem, ott nem küldik nyugdíjba. Akkor megy nyugdíjba, amikor akar. Igen. Én, mikor kiléptem az egyetemről, ez sokan feltették, megkérdezték tőlem, hogy mi lépsz ki? Hát a legmagasabb helyzeten vagy a... Azt mondtam, akkor kilépni, amikor a legmagasabban vagy. Úgy emlékeznek rád. De nem mentem nyugdíjba, nyugdíjat húzok, nagyon sokat konzultálok, nagyon sokat írok, nincs ok nyugdíjba menni. Milyen érzés ma Magyarországra jönni és esetleg itt folytatni a kutatást? Milyen benyomásai vannak? Hisz azért az ország nagyon nagyot fejlődött. Meg vagyok döbbenve, milyen a technológia. A information technology. Hát, mint Amerikában vagy Izraelben. I have to tell you. Bocsánat, angolul, de mondhatom, hogy Amerikában nincs ilyen magas a technológia. Például bementem az archívumokba. Mindent rögtön megtalálnak. Izraelben ugyanaz. Az amerikai archívumokban hát nagyon sokat járok. Most le vannak zárva a Covid miatt, mert be kell mennem a National Archives, Nemzeti Archívumba, mert van ott egy náci tiszt,
uh-huh. akiről most fogok írni egy nagy cikket. Hogy hívják őt? Nem sokan ismerik, pedig sok magyar zsidót megölt. A Okolomea, az egy galíciai város, és ő volt a fő SS parancsnok, városparancsnok, és rábukkantam csodás anyagra a német archívumba, varsói archívumba, amerikai archívumba, és nem találunk képet róla. De a felesége az még érdekesebb. A neve Peter Leideritz. Uh-huh. Leideritz Péter. A felesége Leideritz Annalies. És a felesége is a háború után 46-ban elkapta az amerikai hatóságok a zónába, és letartóztatták, és avval vádolták. Hát nem volt mese, hogy a tiszt 70 ezer embert megölt. Egy főhadnagy volt. Ez az egész. És tudjuk, hogy mi lett a vége neki? Nagyon tudom, de mennyire. Őt a lengyel hatóságok megkapták, és a feleségét is, mert őt is vádolták, hogy részt vett az öldöklésben. A gettót, mikor felégették, hogy öldöklött. De sokkal komplikáltabb. Már egy nagyon csodás német kolléga megtudta, hogy én miről keresek, segített sokat, és Trautmann, Peter Trautmann, Hans Peter Trautmann, és megtaláltunk sokat, de képet nincs. Na most átküldték mind a kettőt Lengyelországba, Varsóba, elítélés, ez is egy detektív sztori. Elítélték rögtön a férjet, a fellebzett, átküldte a miniszter, a lengyel elnöknek, kérte, a lengyel elnök visszajelzett, hogy a maga bűnei olyan hatalmasak, hogy itt nincs kegyelem. Na most érdekesen a lengyel elnök Bierut zsidó volt. Vissza és felakasztották. Most a nőt azt mondták, mert felmentő tanúk voltak ebbe. Még most se tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz, hogy egy gyilkos volt. Bízunk benne, hogy a könyve segíteni fog ennek az eldöntésében is, illetve a kutatás eredményei is. Sajnos a beszélgetésre szánt időnk elment, de bízom benne, hogy mielőbb viszont fogjuk látni. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. George Eisen, történész professzor Magyarországról, Izraelből és az Amerikából, azaz Angyalföldről zárójelbe, mert ott kezdtünk, ott végzünk, érkezett hozzánk, és bízom benne, hogy mielőbb értesíteni tudjuk önöket egy beszélgetés formájában, hogy hol tart a kutatással. Most előzetesek, és már is érkezik Kenesei Marcella, Bálint házigazgatója. Tartsanak velünk! De hogy történt?